Köszöntöm a Fonyott Televízió nézőit, annak téma című műsorunkat látják. Ma a Fonyott Konyha Kft-ről fogunk beszélgetni, tisztelettel köszöntöm a stúdióba Iváncsics Néperusza Dittát, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, én köszönöm a meghívást és köszöntöm a kedves nézőket. A Fonyott Konyha Kft-t sokan a városban úgy ismerhetik, hogy Agimi Konyha. De ez nem csak ennyit jelent, helyileg bár ott vagytok központilag, ha úgy tetszik, ott az irodátok is, és természetesen Agimi Konyhát is ti üzemeltetitek, de nem csak erről szól a Fonyott Konyha Kft. Tevékenysége. Egészen pontosan mit is csináltok ti itt a városon belül, és mennyien viszitek véghez ezt a tevékenységet? Egészen pontosan egész Fonyott város közétkeztetését le tudjuk fedni. Bölcsödéskortól kezdődően bölcsödés, óvodás, általános iskolás gyerekeket étkeztetünk. Ezen kívül a gimnazistákat, középiskolásokat, a szociális étkeztetést is folytatunk, az időseket, és nyitott a konyhánk, mindegyik konyhánk a külső étkezők, tehát a városban dolgozók, vagy a városban lakók étkeztetésére is. Három telephelyen rendelkezünk, az egyik az a gimnázium konyha, amit már említettél, a másik az óvoda főzőkonyha, itt a bölcsödés és az óvodás gyerekeknek főzünk, teljesen külön étlappal, étrendet kell összeállítanunk, és van még egy tárolókonyhánk, ez a panoráma tárolókonyha, ahol az általános iskolások tudnak ebédelni. Milyen állományon látjátok el ezeket a feladatokat? Cégen belül 18 fő dolgozik, nem csak főzünk, hanem működtetünk két iskolabüfét is. Az egyik az a gimnáziumi iskolabüfé, a másik pedig az általános iskolabüfé, amit el kell mondanom, hogy nagyon nagy sikerrel vesznek igénybe a gyerekek, annak ellenére, hogy megküzdöttünk itt a változásokkal, és olyan reform ételeket egyrésztről kellett, másrészt nagyon szívesen vezettünk be, mert nem szívesen adunk a gyerekeknek a szünetekbe csokoládét és chipset. Hál' Isten, ez most már abszolút nincsen a büfékbe. Helyette viszont olyan pékáró választékunk van, hogy magvas zsemlék, teljes kiörlésű zsemlékkel, sajtos, rengeteg zöldséget teszünk a salátába, és nagyon szeretik a gyerekek, tehát kérik is. És csak olyan italokat biztosítunk, aminek a gyümölcs tartalma meghaladja a 25%-ot. Abszolút nem forgalmazunk koffein tartalmú üdítőket az általános iskola büfébe, gimnázium büfébe ott már lehet. A cukortartalomra is figyelünk az üdítőknél, például kólát forgalmazunk vagy a gimnázium büfébe, de ott is csak a light és a zero, aminek a cukortartalma nem haladja meg a megengedett mennyiséget. Említetted, hogy a legkisebbeknek külön menü alapján főztök, és ott nagyon szigorú előírások is vannak, bár ebben voltak változások, és általában a diákok étkeztetésére vonatkozó szabályokat be kell tartani. Ezeket hogyan tudjátok betartani, és milyen szabályok vonatkoznak rátok? Nehezen, nagyon nehezen, és nagyon nem jó helyzetben voltunk, mert hogyha a úgynevezett menza rendeletnek akartunk megfelelni, amit 2014-ben hoztak létre, akkor nem tudtunk megfelelni sem a gyermekek, sem a felnőttek igényeinek, mert olyan korlátozásokba ütköztünk, amit hál' Isten most arra 2016. decemberére enyhítettek. Gondolok itt például nagyon nagy problémát okozott a só korlátozása. Bölcsödében és az óvodai korosztálynál minden átmenet nélkül olyan drasztikus sócsökkentést jelentettek be, amit nekünk be kellett tartani, ami nagyon ízterelen és talán ehetetlen, bár a bölcsödések nagyon jól fogadták, tehát ők a legjobb vendégkörünk, mert ők nagyon nyitottak az új ízekre. Ezt a sócsökkentést most mérsékelték. Csökkentett sótartalommal főzünk, bár mi osztjuk be azt a mértéket, hogy csökkentjük fokozatosan. Tehát a cél az, hogy egy bizonyos idő elteltével tényleg elérjük azt a határt, amit egy gyermeknek akár sófogyasztásban, akár a cukormennyiségében nem haladhatunk meg. A pici gyerekeknél figyelnünk kell például a tej minőségére, magasabb zsírtartalmú tejet kell adnunk. A rendelet nagyon szigorúan szabályozta az ízesített tejkészítményeket. Nem engedte, most ebbe az a változás, hogy többször kínálhatunk például gyümölcs ízesítésű joghurtokat, kínálhatunk kakaót, tehát hozzáadott cukrot abszolút nem adhattunk a tejhez például, a tejitalokhoz. Itt figyelembe kell azt venni, hogy az elfogyasztott, napi elfogyasztott szénhidrátnak a 10%-át nem haladhatja meg a hozzáadott cukor, és ennek keretén belül ízesíthetjük például a teát is jobban, vagy akár a tejkészítményeket, persze az ésszerűség és a
10% határáig. Ami még nagyon fontos változás, ez például nem a bölcsődéseket és az óvodásokat érinti, hogy kikerült a rendelet hatásköre alól a szociális, az idősek szociális étkeztetés, a nappali étkeztetés. Tehát önállók nem kell annyira szigorúan venni ezeket az új rendeleteket, bár mi szeretnénk továbbra is az egészséges étkezést ott is érvényesíteni náluk. Gondolok itt a megemelkedett zöldség és gyümölcsfogyasztásra, mert mint tudjuk, az egy nap elfogyasztott ételmennyiség több mint felének kellene, hogy zöldség, gyümölcs legyen. Sajnos ez a magyar lakosság körében nem így van. Majdnem felét adja ki a szénhidrát alapú köretek, tésztek és pékáruk, és ezen sajnos változtatni kell, mert ezek azok a rossz berögzött szokások, amik olyan betegségekhez vezetik, mint a szív- és érrendszeri megbetegedések, az elhízás, a magas vérnyomás, amit felnőtt korban a gyerekeknél problémát okozhat. Itt azért jött létre ez a rendelet, hogy valahol megtanítsuk a magyar lakosságot, és kezdjük a gyerekeknél a helyes táplálkozási szokásokra. És ezért ennyire szigorúan próbálták a közétkeztető konyhákat és a gyermekétkeztetést bekorlátolni, vagy behatárolni. Hál' Isten enyhítésre került, de még mindig a cél ugyanaz, és jó irányba megyünk. És amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy nem elég nekünk, közétkeztetőknek és gyermekétkeztetőknek ezt a feladatot szigorúan venni és megtanítani az étkezést, hanem ezt otthon is alkalmazni kellene. Sok esetben sajnos sokan nem is tudják, hogy mik az elvárások, mifelé kellene menni, mi a helyes táplálkozás. Ehhez kaptunk egy olyan segítséget, amit az Országos Dietetikus Szövetség állított össze, amit okos tányérnak hívnak. Ez egy nagyon jó pofa grafikus kis táblázat, ami megmutatja, hasonló, mint a táplálékpiramis, csak kicsit még jobban értelmezhető, mert egy tányér alapon grafikusan nekünk le van rajzolva, hogy milyen élelmiszerekből egy nap alatt mennyit kellene, hogy elfogyasszunk. És amire itt én felhívnám a figyelmet, hogy nem csak az a lényeg, hogy miből mennyit fogyasztunk, hanem hogy milyen minőségűt. Tehát törekedjünk a zsírszegény húsokra például, az idén gyümölcsökre, a teljes kiélésű pékárokra, gabonákra, tehát ne csak vegyünk valami pékárút, hanem akkor már olyan minőségűt vegyünk, ami az egészséges táplálkozásnak megfelel. Tehát akkor azért is ajánlanád a Fonyolt Konyha Kft. Menüjét, mert ezzel is próbáltok úgymond az egészségesebb táplálkozásra, vagy a változatosabb táplálkozásra nevelni, és hogyan lehet ezt elérni, illetve megrendelni nálatok, azt a nézőknek mondom, hogy a Fonyódi Hírmondó minden havi számában megtalálható az aktuális menüje a Fonyolt Konyha Kft.-nek. Tehát hogyan lehet hozzátok eljutni, és azt is tudjuk, hogy nem csak a menüztetés van, hanem egyéb külső vállalásaitok is vannak, ez mit jelent? Kicsit úttörő módon nekünk nagyon fontos, személy szerint nekem is nagyon fontos az, hogy ne csak megfeleljünk a rendeletnek, hanem igenis, mert jó az irány, hogy mindenkit megtanítsunk arra, hogy kell helyesen táplálkozni. Én azt mondom, hogy a mai rohanó világban abszolút nem szégyen az, sőt egy elfogadott dolog, hogy egy háziasszonynak nem jut arra ideje, hogy még a főzéssel is foglalkozzon. Sőt, sok esetben, hogyha jut ideje főzni, nem tud olyan változatosan összeállított ételeket elkészíteni és figyelni arra, hogy minden nap más alapanyagokból készülnek az ételek, mint ahogyan nekünk kell ezt készíteni. Mi nem csak a gyerekeknél tartjuk be ezeket a szabályokat és irányelveket, hanem ugyanúgy a felnőtt étkeztetésben is. Pont ezért állítottunk össze olyan A és B menüt a felnőtt étkezésben, hogy tudjanak azért annak ellenére választani, hogy mind a két menüben figyelme megkísérjük azt, hogy 10 nap alatt mennyi fehérjét, mennyi szénhidrátot, mennyi zöldséget, gyümölcsöt visz be a szervezetbe az az étkező, aki igénybe veszi a mi étkezésünket. Ennek ellenére úgy állítottuk össze, hogy ha valaki például nagyon nem szereti a főzeléket, vagy nem szereti a szárnyas húst, vagy nincs ínyére a rizsköret, akkor adott esetben tudjon a B-menüből választani, mert egy teljesen más étel, tehát ha kedden főzelék van, az nem törvényszerű, hogy az AB-menünk is főzelék, és mindenkinek főzeléket kell lennie. Ezen kívül nagyon sok rendezvény lebonyolítását
vállaljuk, vagy tudjuk hál' Isten vállalni. Gondolok itt akár egy kisebb családi rendezvény, születésnap, vagy egy osztálytalálkozó, vagy ballagás, de ezen kívül tudunk vállalni akár egy 120 fős esküvő lebonyolítását is, és volt már nagyon sokszor hál' Isten példa. Milyen elérhetőségeken tudnak akár ezzel kapcsolatban megkeresni titeket, akár a menüvel kapcsolatban? Ahogy már említetted, a Fonyódi Hírmondóban minden alkalommal megjelenik az egész havi, sőt 15-től 15-ig próbáljuk összeállítani az étrendet, hogy mindenki lássa, hogy milyen ételek közül választhat. Nagyon egyszerű az elérhetőségünk, van egy konyhakukac.fonyod.hu e-mail címünk, ahol várjuk bárkinek az e-mailt, akár az étkezés megrendelésével, lemondásával kapcsolatban. Az étkezés megelőző nap délután 2 óráig lehet ezeket az igényeket vagy változásokat leadni. Ezen kívül bármelyik konyhánkon, tárolók konyhánkon mindig ki van tűzve a adott heti vagy egész havi étlap, és a gimnáziumi irodában találnak meg minket személyesen. Ezen kívül most bővülni is fogtok, hiszen május 14-én megnyit a kriptavilla, és ott nektek lesz új feladat, hogyha úgy tetszik. Ez mit is jelent, és milyen feladatot ró rátok? A kriptavillában egy kávézót fogunk üzemeltetni, aminek nagyon örülünk, mert egy olyan gyönyörű szép környezetben és egy olyan panorámájú környezetben, épületben fogunk tudni süteményeket, kávékülönlegességeket és üdítőt kínálni az odalátogató vendégeknek vagy városlakóknak, akik szeretnék megnézni akár a Banaton panorámáját, akár magát a múzeumot vagy a kiállítást. És akkor ide munkaerőt is kerestek, ha jól tudom. Igen, ide keresünk, nyári szezonra kávézai pultost keresünk. Az előbb elmondott elérhetőségeken lehet akkor ide is jelentkezni. Igen. Iván Csisné Perusza Dittának nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Köszönöm szépen. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra.